Vége van a nyárnak, lassan már kezdődik az iskola. Mire ez adásra fog kerülni, igen. és mire már tudják nézni a, a nézők is, igen. addigra már szeptember lesz. Javában, azért, javában. Igen, igen. És azért ezt még tegyük hozzá, hogy azért nem beszélünk róla, mert még nem történt meg a pénteken lesz egy nagy tüntetés elvileg, egy ilyen nagy szeptember elsői tüntetés, úgyhogy ezek, ezekről még csak ilyen majd meg fog történni, ben tudunk uh, hivatkozni. Hát, ha én azért ezt borít, nem, nem borítékolnám, hogy majd meg fog történni egy nagy tüntetés, mert... <síns> hát, kíváncsian várom. Jó, csak tudod, mindig az szokott lenni a kritika, hogy miért nem beszélünk egyes dolgokról, olyanokról, amik egyébként akkor még nem történnek meg, amikor Például, a felvétel zajlik, igen. úgyhogy ezt próbáltam előre menni. Igen, ez ezt minden mindenféleképpen fontos, mert ugye kaptam olyan kritikát is, hogy miért nem beszéltünk Prigozsin haláláról. Hát mert, nem, mert amikor itt ültünk, valószínűleg akkor zuhant le a gépe. Igen, és, és, mire a következő heti adás eljött, pedig már... Már a is, meg is hült. Igen, <laughs> igen, tehát, hogy... Már a golyónyomok van. sem léteztek a gépén. <laughs> hogy, hogy tehát vannak, vannak olyan témák, amik, amikről akkor jó beszélni éppen melegében, amikor történik. Igen, viszont láttam egy fantasztikusan szórakoztató kommentet, és ezt megígértem, hogy beolvasom. Elnök úr, elnök úr, Putyin elnök! Prigozsin gépe ez van. Na hát már negyed hat. Igen, ezt én is ez, 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 jó, ezt, ezt ígértem. Na, viszont mi itt a, a konzervatív oldalon túl vagyunk, a, hát azt van az év egyik vagy másik legnagyobb konzer konzervatív lelkületű fesztiválján, a Transiton, ahonnan muszáj élmény beszámolót hoznunk, mert ugye ez olyan, mint a túlsványos, csak kicsiben is közelebb és medvék nélkül. Igen, egyértelműen, és szerintem kicsit jobban családbarát is, tehát, hogy... Mivel eh, nincsenek medvék. Igen, meg azért nem biztos, hogy kiautózol, nem tudom, 8-10 órán keresztül például egy, egy kisgyerekkel, azért a Balatonhoz lemenni sokkal könnyebb, úgyhogy ez a saját szempontunkban nekünk ez ez, 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 könnyebb volt. Úgyhogy ezen én például részt is tudtam menni. Egyébként szerintem jó, hogy vannak ilyenek, ugye mindig ezt hiányolják a bal oldalon is, tehát hogy, hogy ezek az ilyen szellemi műhelyek kezdenek megszűnni és kimaradozni. Az, ahol az egy politikai családhoz vagy egy értékrendhez tartozó emberek tudnak közösen gondolkodni, és akár beszélgetéseket, vitákat meghallgatni, az egy, az egy jó rendezvény, de ilyet jelenleg a bal oldalon nem látunk. hogy nem, volt a szikratábor, nem? Azonnal, igen, meg is igazad van. Igen, igen, volt három gyerek, meg nyolc nyugdíj, nem, az Igen, meg nem tudom, abból négy operatőr volt, meg akik mentek túlsítani. Tényleg, ez egy komoly rendezvény, és én azt látom, amikor így április május környékén megnyitják a regisztrációt, kb. tíz nap alatt fogy el az összes hely. De ez azt jelenti, hogy van igény ezekre az ilyen közös gondolkodásokra arra, hogy, Pont ezért nagyon népszerű például tusványos is, vagy tusnád, tehát az, az, is egy olyan rendezvény, ami rendszeresen rengeteg fiatal, budapesti, tehát most nem, nem csak az Erdélyben élőeket vonzza, hiszen egyébként nagyon sokszor, tök jó koncertek vannak, nagyon sokszor mondják erdélyi fiatalok, hogy azért mennek, mert olyan zenekarokat hallhatnak, akik végre elmennek oda is fellépni. Péter Fibori. Ja, igen, egyébként ez egy másik külön történet, hogy, hogy a legnagyobb ilyen a kormánykritikus zenészek rendszeres visszatérői tusványosnak. Miközben az átriumban, ami már tönkre ment, de ami már meghalt, de mégis túlélte, az átriumban eléneklik egy színdarabban, hogy nem kérek a magyar állam pénzéből. Egészen elkezdett. Noár így tartja a markát a közpénzre, mert szerepel egy ilyen államilag szponzorált is filmben, és akkor aztán oda megy német és bögdösi a melkasát, hogy mit képzel magát. Egészen elkezdett. Noár a leg, ugye, tudjuk az a mozgalom neve, de hogy alapvetően ő, ő a, a legelképesztőbb csávó ilyen szempontból, hogy de tényleg most ide a rozsdás költ, pénteken ott fog az első sorban majd állni, és nem tudom a leghangosabban buzdítani arra, hogy a, a kormány ellen lázadjon fel mindenki, és utána ugyanúgy elmegy bármelyik az állam által támogatott vagy létrejött produkcióba szerepelni. Úgy fogalmaznék, hogy Noár a politikai popszakma Ukrin Benedeke. Tehát, hogy egyszerűen nem tudok rá már mit mondani. Tehát, hogy mindenhol ott van, de a közönség nem -e vele együtt nevet, mondjuk így. Jó, egyébként ez, ez így van. Ettől függetlenül én, mint színész, annyira nem utálom, tehát, hogy én láttam már egy-két filmben, és nem váltotta ki belőlem azt, mint, amit egyébként emberként kivált. Tehát, hogy, hogy amennyire ellenszenves emberként, a nem olyan régen láttam... Profizmus. Oka, az a Profizmus. Nem olyan régen láttam a toxikumát, az a... A szabó győző volt. Igen, aki írta a könyvet, és ja, az ugye, ő életéről szól, igen, jó, jó. és a, na, hát ugye, amikor valaki nincs képbe a... <laughs> az a a Igen. Szóval, hogy a, hogy a noár játszott a főszerep, és nem, nem, volt, nem, volt, annyira bántó, mint amennyire egyébként emberként engem irritált. Tehát, hogy nem, és egyébként én így vagyok a nem tudom, Nagy Ervinnel is. de hogy ő is amennyire egyébként, hogyha látok ró róla egy interjút, vagy, meghallgatom, ahogy beszél, egy ilyen, egy alkoholista felpüffet, fél, te, de, de, mindig ez jön vissza, és amiket kimond borzasztó, és ettől függetlenül a film szerepeiben annyira azért nem rossz. Akkor én levonom a logikus konzekvenciát. Tehát akkor ezek tudják, hogy hogy kell normálisan viselkedni, mert egy kamera előtt, mert egy filmben el tudja, elő tudják adni, de valahogy, amikor a magánemberként kéne normálisan úgymond egy szerepet játszani, az nem megy nekik, nem értem miért. Viszont a tranzit azért is érdekes volt, mert én nem tudom, tavaly is, meg idén is megtaláltak engem ezek a momentum generációs, én jobboldali vagyok, de fiatalok. olyan hozzám három gyerek, gyerek, de én ilyen 18-22 körül, plusz mínusz, és akkor én lá de látom a szemén, hogy, azt mondja, hogy én vagyok a kedvence, és szeretne tőlem kérdezni valamit. Oké. És figyeld, azt mondja, hogy kereszténynek tartom a magam, mondom, jó. Oké, én már látom, mi fog következni. Jön ez az ilyen körbe, körbe megy, hogy kereszténynek tartom a magam, igen, és gyakorlom, -e? igen, és akkor aztán visszakérdez, hogy akkor mit gondolok szájáról, borkairól, stb. Jó. Tehát ezt, ezt már láttam előre, Máté, hogy 80-szor kaptam ilyet. Jó. És figyeld, jön, és hogy akkor mit gondolok arról, hogy. És mit gondolok, hogy Bajer volt, azt mondta nagy blankára, hogy egy ócska kis proli. Mondom, hát az, hogy igaza van. <laughs> és így megszeppen, és akkor mondom, hogy akkor most én, jövök, kérem tőle, mi a kereszténység definíciója. És áll, és makog, és nem tudja. És akkor mondom, hogy jó, akkor legközelebb úgy gyere ide engem bekosni hogy tudod, miről kérdez. És akkor szegény fogta, és segített nekem odébb vinni az asztalt, meg minden. Nem tudom, hogy, hogy ők vajon ők fizetnek azért, hogy bejussanak ide, vagy őket valaki fizeti, hogy bemenjenek oda? Nem tudok rájönni erre. Ugye nyilván alapvetően én sem mennék el egy baloldali hasonló rendezvényre, tehát hogy, hogy o, nem, tehát hogy téged nem vonz a szikra mozgalomnak egyébként a tábora, ha csak nem, mint újságíró mész el tudósítani, mert, mert nem egyezik a világnézeted. Szerintem itt azért alapvetően egy tranziton 99%-ban e, hasonlóan gondolkodó emberek vannak. Nem tudom, hogy téged hogy találtak be. Tavaly is az eszefések megtaláltak és nem tudok rájönni, hogy hogyan. É, én, én, valahogy ezekkel az arcokkal nem találkoztam, de hát... Nem begyültél a pornéppel. <laughs> és szóval, én, 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 nem találkoztam ilyenekkel. Egy nagyon jó program, amúgy alapvetően nagyon jó viták voltak. Nem? Azt Tehát, hogy, Hát hogy, amikor a Momentum most bevágta, hogy 48-ban az oroszok, a szovjetek ellen harcoltunk, hát figyelj, én úgy vagyok vele, ez egy jó vita lesz. Igen, tehát, hogy, alapvetően nagyon sok vitát szoktak szervezni, amiket egyébként vissza is lehet nézni, én ezt ajánlom is mindenkinek, ugye minden most már elérhető digitálisan, szóval ez, 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 ez is, ez is nagyon jó, meg mindent közvetítenek élőbe, eljönnek valóban ellenzéki politikusok, jó, hát most nyilván a minőségükről nem, <laughs> nem nekünk kell eldönteni, hogy mennyire jó politikusokra van szó, de egyébként szerintem, nem jók, jó, jók a viták. Mindenképpen, például a Mesterházi kevesebb szermond mond hülyeséget, mint jó, de nem véletlen tűntő már el a politikai hát életben. Én nagy, összege, én, nagy összeget tennék arra, hogyha, hogy Mesterházi nincs jobban a Feriklánnal, és hogyha jobban jóban lenne a Feriklánnal, akkor talán esetleg ő is közelebb kerül a tűzhöz. Úgyhogy nem azért Feri ügyesen kigolyozza azokat, akik, akik, talán, és most nagyon távol állni, tudom, hogy Mesterházit megdicsérjem, de aki talán nem teljesen destruktív. Így mondom, Ez akkor az így. Ez, talán pont neki volt, a Covid alatt volt olyan felszólalás, amit tök tök normális volt normális hangnemben, nem csak a, a fikázás és a, és a, folyamatos bújtogatás, és a, az is mondta rá a miniszterelnök, hogy, hogy köszöni szépen az építő jellegű hozzászólás, és hogy esetleg érdemes elgondolkodni a hozzászóláson. Milyen jó lenne, nem, hogyha minél több ilyen arc lenne? Az a vicces úgy, hogy ezt mi nem beszéltük meg. Tehát én erről nem tudtam, hogy emily ezt fogja mondani, viszont Mesterházénál nálam is ez az egyik legélénkebb emlék, amikor felszólalt, hogy nyissunk egy Covid alapot esetleges járványokra a jövőben nézve, és Orbán Miklós mondta, és akkor ezt kéri, hogy nyújtsa be akkor éresben, és akkor átgondolják ezt, és akkor megterek. És ez nálam is nagyon a Covid alatt, ő kimondottan normálisan viselkedett. Igen, de nem, én nem, nem csak ott, szerintem nagyon so, én sok interjúját is meghallgattam. A csávú nem káros, és szerintem ez egy... E, e, érted már, hogy ez a fokmérője egy ellenzéki politikusnak, de hogy, de hogy a, a nagyon nagy részes sajnos az ellenzéknek kártékony. Igen, tehát, hogy tényleg az, hogy hogy amiket csinálnak, mondanak, nem építő jellegűek, nem olyanok, amik hozzáadnának bármit a gondolkodásunkhoz, vagy, vagy a, a kormány munkájához, vagy még csak a, még arra sem érdemesek, hogy elgondolkodják Rajta az ember, hanem tényleg ilyen nettó polgárpukkasztás 99%-ban. És akkor az ember meg örül, hogyha van egy-egy arc, aki meg tud normálisakat mondani. Igen, mert a javarészt legtöbben csak azt érdemlik a fröcsögéseikre, hogy boldog karácsonyt kívánjon nekik Igen. az ember, aztán mennek felháborodva. Na de tranzitról ennyi igazából, ha rákerestek Facebookon a tranzitra, akkor e, regisztráljátok be, még most nyitott a regisztráció, fogtok kapni hírlevelet, hogyha kezdődik a, ugye a, maga a fesztivál. Én ajánlom mindenkinek, mert nagyon-nagyon nehéz oda úgymond jegyet szerezni, és megéri, mert szerintem az a három nap, az a három nap legcsillebb, leg, legnyugisabb. Még az is ki tud kapcsolni, aki alapvetően 0-24-ben dolgozik. Szerintem mindenféleképpen megéri fiatalnak, idősnek, családnak, egyedülállónak. Hajrá! Viszont a következő témánk egy, ettől egy, egy fokkal lesz. Én azt a címet adtam ennek a, ennek a paragrafusnak, hogy mondj talánt a drogokra, ugyanis... Nagyon komoly, kreatív Nem saját. Igényed. Igen, nem saját, persze. Ugyanis a Qubiton megint megjelent, mert a Qubit szerintem olyan, olyan, a tudományos világnak, mert ezt, már egyszer előttem, de előnk, ez a, a a tudományos világ ukrin beredeke szintén. Tehát, hogy ez, ez most egy visszatérő szegény. <laughs> szegény. igen. De akkor a tudományos világ Takeo Ischie, ő egy japán tánzdalénekes, énekes, ukrin beredekkel egyirős, aki tyúkokról énekel, kiment Németországba és japánként megtanult jódlizni, igazán üdes színfoltja a YouTube-nak. Na, inkább beszéljünk ha... Igen, tehát hogy igaz, de a Qubit megint most arról írt egy nem propaganda cikket, ezt ki kell hangsúlyozni, hogy a cannabis Magyarország kivételével szinte már sehol sem üldözik Európában. Majd ott egy térkép, ahogy gyakorlatilag mindenhol büntetés jár érte. Talán annak apropóján írták, hogy most Németországban Igen. legalizálni fogják? Hát dekriminalizálni, ez az első lépés a legalizációs folyamatban. De akkor, akkor még nem... Még nem kapható, még nem tudod megvenni a boltban, de már nem fognak, hogyha találnak át mint én három gramot, vagy nem tudom mennyiben mérik most, akkor most nem fognak már érte olyan bírságokat kiszabni, mint te eladásra dílerkedni utcán hátra egy kép. Ja, világos, simaggal. világos, csak valamiért az én fejemben már az volt, hogy már Németországban, már még előrébb járunk, és ő most már inkább a, a tényleg a legalizáció, de igazából ez az előszobája annak, persze, tehát, persze. Hogy, hogy így, így, így ment ez, hogyha megnézzük az USA-ban is, hogy először csak a dekriminaliz, dekriminalizálják, és utána pedig már legalizálják is, és most már lehet, hát a, a rendesen vannak shopok, meg nem tudom, én csak a filmekből tájékozódok, meg a sorozatokból, de hogy a valami <tot> Tehát -te egy -te. csomó ilyen van, hogy már bemennek, érted, a boltban. Nekem ez számomra tök, tök idegen, hogy ilyen gumicukor formájában is lehet kapni, meg hogy úgy vásárogatják. Szóval, hogy ilyen van már piaca ennek elég rendesen. Igen, és ugye ez is az egy egyik ok, hogy írja ez a cikk, hogy a, a 15-20 nem tudom hány évesek között már milyen nagy százalékban van a fogyasztás. Hát baromi azzal érvelnek mellette, hogy hát már a 15 évesek is fogyasztják. Tehát, hogy ez nem biztos, hogy egy olyan pozitív irányú változás, mert ugye 15 évesen alkohol sem és akkor itt jön be az a másik polgár, polgárpukasztó, mocskosul kártékony és guztustalanul magaslóról beszélő drogriporter nevű, hát nem is tudom, nyugatról importált szutyok szemét Facebook oldal, ahol konkrétan a drogliberalizáció, nem csak a drogliberalizáció megy, hanem egyenesen ők promótálják ezt a fajta kultúrát, hogy már pedig a, a, pálinka sokkal rosszabb, mint egy szálfüves cigi, és még hogyha technikailag tényként is kezeljük ezt, de akkor miért kell? nem értem ezekben az emberekben, hogy miért az egyik rosszhoz emelnék fel a másikat, miért nem akkor a pálinkát akarják, vagy az alkoholt csökkenteni, vagy azt szigorítani, miért a kábítószert emelik mellé magasra. Igen, és nekem is ebben elég hasonló a véleményem. Egyébként még hogyha alapvetően ez egyet is értek, hogy például Magyarországon elképesztő az alkoholistáknak a, a száma. Tehát az, hogy mennyien függnek az alkoholtól, az, hogy uh, uh, akik napi szinten fogyasztanak alkoholt. Írtózatos százezres számok jönnek ki, csak nyilván erről uh, nehéz is úgy beszélni, meg, meg teljesen nem lehet lemérni, tehát hogy ezért ez egy Persze. olyan, hogy, hogy most akkor uh, én olyan pont, ö, ö, ön akkor alkoholista, szóval hogy nem annyira szeretik az emberek azért bevallani sem, de hogy, uh, de, hogy alapvetően több száz emberről emberről beszélünk, aki rendszeresen fogyaszt alkoholt, és ez szerintem, szerintem ez rossz. Tehát, hogy aki ö, olyat, nagyon sokat hallunk, hogy valaki, ö, nem tudom, különböző alkoholok befolyásoltsága alatt mondjuk halára veri a családját, érted, ilyen van? Tehát, hogy ez, ez rossz, és egy teljesen egyetértek azzal, hogy akkor mi ezek az emberek miért nem azért küzdenek, hogy az is legyen ugyanúgy illegális, mint a, mint a bármiféle tudatmódosító szer. Igen, tehát benne van a nevében, hogy tudatmódosító. Tehát én a, a füvet amúgy, hogyha már kábítószerek közül kell választani, és nem, nem úgy, hogy, hogy az asztalon van öltön is választani, én talán a, a marihuánát, vagy kennevész, nem tudom most mi a hivatalos neve, egyszerűen valahogy úgy látom, hogy attól az, láttam már, ott Londonban együtt laktam egy srácsal, aki reggelire, ebédre és vacsorára is azt szívta, de olyan szinten, ami már az agya szivacs volt, és egyszerűen, tehát látod rajta, hogy hosszú távon ez nem függsz rá. Tehát nem függsz rá, nem, nem okoz fizikai függőséget, mint az alkohol, de mentálisan ráfüggsz, és annyira egyszerűen megszokja az agyad, nem, egyszerűen látod rajta, aki aktívan füvet fogyaszt, az nem egy kreatív, nem tudom, milyen művész ember lesz belőle, hanem egy szivacs, ez oknisz sponjabob. Igen, ez. A... Most nyilván szólhat erről is az adás, hogy elemezgetjük hát... azt, hogy nem, mert, mert tök igazad van, hogy, hogy alapvetően én is azt látom a, akár a környezetemben, de hogy, hogy nyilván nem vagyunk orvosoknak, tehát nem vagyunk szakértők ebben, hogy milyen hosszú távú következménye van, de egyébként ugyanúgy függőséget okoz, de az ilyen tudatmundosító szereknél, mint amilyen bármilyen drog is, a, és, az, és az alkoholnál is. Ugye az van, hogy először elég csak egyet elszívni belőle, vagy egyet bevenni, vagy egyet meginni, és aztán utána mindig emelkedik az inger küszöböd, és akkor egyre többet kell, hogy ugyanazt a hatást elérjed, és ezért nagyon könnyen bele szoktak csúszni az emberek a, ebbe a spirálba, hogy és az, aki, aki naponta fogyaszt füvet, ez ugyanúgy függő, tehát az, az, és fizikálisan is, tehát hogy annak, annak, hogyha nem kapja meg a, a, a cigijét, vagy nem tudom, tehát hogy amiben éppen fogyasztja, az, az, ugyanúgy neki tüneteket fog produkálni. Ez egy, ez egy nagyon, nagyon rossz dolog. Tehát, hogy a, azt hiszem, hogy a, a függőségek, az, az, a, az egy alapvetően egy olyan téma, ami ellen, vagy amiben fel kell szólalni, hogy tényleg minél kevesebb dolognak legyen az ember a függője, és akkor pont ilyenkor behozni egy ilyet, hogy legalizálni kéne még ezt is, vagy legalábbis uh, jobban elfogadni a, a, a fogyasztását, hát, hát, nem tudom, tehát hogy, hogy, van épp elég bajunk, és akkor ne még dobjunk rá még egyet. Igen, ez, ez kevés, ugyanaz volt egy vita erről talán, viszont még mielőtt rátérnék arra, itt van egy olyan érdekes, ezt már többször felhoztam, és itt most föl is olosom, van egy olyan, hogy Overton ablak, és ezt Joseph P. Overton szedte össze. Ez ami tök érdekes, hogy hogyan szokták átvinni az ilyen, ilyen elképzelhetetlen ötleteket. Tehát ami a múltban azt gondoljuk, hogy ez teljesen elképesztően nincs a világon, ennek van egy folyamat, hogy hogy viszik át, és ezt úgy csinálják, hogy először ugye elképzelhetetlen a, a, a koncepció, utána átviszik, hogy radikális legyen, tehát akkor már csak egy radikális ötletnek tűnik, majd addig-addig mismásolják, addig-addig Hát relativizálják, hogy már elfogadható lesz, majd észszerű, és amikor népszerű lesz, akkor teszik irányelvé. Tehát, hogy nem lehet most bedobni azt, hogy jó, akkor holnaptól legalizáljuk a füvet, mert ilyen nincs. De hogyha először, á, most jó, akkor ne büntessük, van elég van elég gyilkos, meg erőszaktevő a börtönben, de ne, ne, akkor a füvet azt kivonjuk, és akkor szépen lassan így elérünk oda, hogy hogy gyakorlatilag, hát már 15 évesek is fogyasztják, hát annyira rossz, csak nem lehet. És ez egy érv, ez ma egy érv. Igen, egyébként de közben teljesen jogos az, hogy tehát elérhető, mert be, be kell vallanunk azért, ez elérhető a, a fiatalok számára is, tehát hogy annyira nem nehéz hozzájutni ezekhez a, hát ez a igen ezekhez a drogokhoz, is úgyhogy most csak azt mondom, hogy hogy külföldön még egyszerűbb, tehát hogyha Érted, hogyha körülöttünk elkezdik legalizálni, és akkor csak annyi el, el kell, akkor elkerülhetetlen, hogy egy, egyszer csak ide is el, elérjen ez. Hát az milyen már, hogy, hogy igazából csak elmész egy országgal a és, és ott már lehet kényelmesen fogyasztani. Még nem tartunk itt, de, de hogyha egyszer eljutunk Meg ide. két országgal arrébb kell menni, akár Hollandia, tehát elmész, és, Tehát igen, értem, hogy mit mondasz, igen, értem, hogy elérhető, és ezért úgy mond... Tehát nyilván van bennem egy rész, ami azt mondja, hogy a jó az azt mondja, hogy nyilván nincs ebben akkora kár, hogyha, tehát nem okoz, nem fogja ez életeket tönkretenni, hogyha lehetne választani, akkor mit tudom én, ez talán a legkisebb rossz. Bennem is van egy ilyen, de valahogy én még mindig nem tudok azon túl lendülni, hogy ez egy ez konkrétan szabadon elérhető legyen és így ismerjük az embert. Tehát hogy ettől kevesebb csábításnak sem tud ellenállni. Nem tudom, hogy kellene ezt tetéznünk ezzel. egyet, tehát hogy na az, az alapvető hozzáállásom a dologhoz az, hogy szerintem nem, nem kell legalizálni mm. és nem kell ö, ö, elfogadnunk Népszeres. se. Igen, tehát hogy nem, nem kell azt elfogadnunk se, hogy ja, hát vannak emberek, akik tehát drog fogyasztók, tehát most akár milyen drogokról legyen. szó, szóval, nem nem kell elfogadni se, de ettől függetlenül tudod ott van az, hogy, hogy tényleg nem, tehát nem tudsz már egy társaságban úgy beszélgetni, ezért ne jön ki, hogy ja, hát igen, én szoktam ezt, ja, vagy szoktam azt, hogy szokta. és akkor tudod így, ott van a, a fejedben az, hogy neked is, amikor már egy gyereked mondjuk abba a korba fog élni, vagy, vagy az én, én gyerekeimnél is, hogy, hogy hogyan fogsz ez majd hozzáállni, és hogy, és hogy hogyan tudod azt megelőzni, mert hogy szerintem egyébként itt a megelőzés talán a kulcs az, hogy az, igen, hogy hogy ne az akarják, ember akarják. Igen, igen, hogy, igen hogy, hogy, ne nem az, tiltás, hogy nem akarják. Igen, igen hogy 15 évesen az, az iskolában, mert egyébként egy gimnáziumban már találkoznak ezzel a, a fiatalok, és hogyha azt mondjuk, hogy nem, akkor, akkor hazudunk, mert egyébként de találkoznak. Tehát ugye akkor is volt olyan osztálytársam, aki már ilyen, nem tudom, 9 10 aktívan füvezgetett. Persze ez csak ilyen lazának tűnt meg ilyen, jó, hát, hogy, ő, hogy ő, ilyen jó fej, de hogy úgy alapvetően azért ez ez, durva, de hogy ez, ez, itt van, jelen van, ráadásul, ráadásul hogyha még jobban belemegyünk, csak azért mondom, hogy nem, nem vagyunk annyira szakértője a dolgnak, de hogy, hogyha elolvasol egy pár cikket, vagy ajánlom mindenkinek, hogy a vidéken például a herbálozás milyen jó, szinten persze. megy. Ö, ami egyébként legálisan is sokszor elérhető, ugye láttuk a 444-es videóban is, hogy lehet akár neten is rendelni. Tehát, hogy, hogy hogy annyira könnyű már hozzáférni ezekhez a drogokhoz, hogy szerintem a megelőzésre kéne több hangsúlyt fektetni. Na, tehát, hogy így erre akartam itt a, a hosszú gondolatmenet végén kilukadni, hogy hogy biztos, hogy szerintem az a jó, hogyha felkészítjük rá a fiatalokat, hogy, hogy figyelj, ez nem tudom, ahogy van egy kés, és akkor le tudsz az szúrni egy embert, hogy az is elérhető közelségben van, azt se teszed meg, mert erkölcsileg nincs benne a, a hétköznapjainkban, de ugyanígy, hogyha megkínálnak ezzel, akkor gondold végig, hogy milyen hatásai, következményei lehetnek egy ilyenek, és akkor, hogyha magától arra a következtetése tud jutni, hogy nem fogom elfogadni, és nem fogok ezzel élni, az már szerintem egy jó. Igen, szerintem ez egy gyönyörű szép zárása volt ennek a témának, és nem fogom tönkretenni, mert ez gyönyörű zárása ennek, úgyhogy lapozzunk is a következő témára, és az Indexen olvastam egy... Ó, de jó. Az Index nekem mostanában egy ilyen, egy ilyen bulvárlap szintjén van, ami naponta a harmadik világháborút ki... De Na, tehát hogy igen, akkor ez, akkor utána valami Celeb hír, ó, ott is Gabiról, szerintem 20 cikket lehet még mindig olvasni. Igen, nem hogy? Is, igen, nem is, igen most így nem is nincs is a fejemben egy indexes újság. Ismersz indexes újságírókat? Igen, azért... <gül> <gül> szerintem vannak jó jó interjúk is. Vannak, biztos, igen, hogy vannak. És mert most egy olyanról fogunk beszélni egyébként, szerintem, szerintem ez egy nem rossz interjú. Igen, csak én kiemeltem belőle a legrosszabb pontokat. Igen, egyébként igen. igen. Tehát, hogy Magyarország. Le van maradva, bezzeg nyugat. 3523. részünk következik. Pogács Zoltánnal készítettek interjút az Indexre, az Igen. Új megjelenésének kapcsán. E, nagyon hosszú lett az, az interjú, egyébként szerintem érdemes elolvasni, mert van benne olyan, ami gondolatébresztő lehet. Mide? gondolatébresztő mindenképpen. Nekik. nem azt mondom, hogy egyetértettem a, a gondolataival, tehát azért a, 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 az ideig nem... indító. Igen, de, de, de arra, hogy szerintem az ember elgondolkozó dolgokon, arra jó? Igen, igen, tehát hogy itt most nem akar, tényleg nagyon hosszú az egész, aki úgy érzi, hogy el akarná olvasni, az tegye meg, kiváló az illemhelyen ülve, ez kiváló olvasmány szerintem, és ezzel most nem a utaltam véletlenül sem. Ugye Pogácsa Zoltán így tényleg nagyon nagy vonalakban olyanokról ír, meg olyanokról beszél, hogy Magyarország le van maradva, főleg ez a zöldítés szempontjából, ugye, hogy a klímavédelemmel, meg hogy akkumulátor, meg az egész ilyen, ilyen napelem, meg energia, stb. És én nem értem meg, de ez, ez nem csak nálunk, meg nem csak Pogácsra specifikus, ez a világ minden összes országában, amikor megjelennek ezek a klímaaktivisták, klímaharcosok, egy beszélgetésben, amikor arról beszélnek, hogyan lehetne minél jobban, minél szebben megoldani ezt a zöldítést, valahogy előkerül a szocializmus. Valahogy előkerül mindig a kapitalizmus kritika, ami azt jelenti, hogy te ne vásárolj semmit, és legyél közben boldog, zöldüljön a, a, tudom, a, mező, legyen napelem mindenhol, egy héten csak, nem tudom, félszer mos, használj mosogatógépet, a svédeknél már nem is porszívóztak télen, mert hogy túl drága volt a villanyáram, és akkor mindig előjönnek ezek a fantasztikus gondolatok, hogy ja, és amúgy a Szovjetunió az nem volt igazi szocializmus, mert ott azt rosszul csinálták, sőt, Kína sem igazi szocializmus, és akkor erre a riporter azt mondta, hogy de ezzel ők vitatkoznak, és azt a Pogács, hogy hát mindenkinek megvan a joga az öndefinícióhoz, nekünk ezzel nem kell egyetértenünk. Hát nekem meg Pogácsával nem kell egyetértenem. Hát. Igen, alapvetően egy olyan csávó, aki a, a cikknek a végén be vannak fotózva a könyvei, és az összes könyvének a borítóján ő van így. Szerintem mondtam, hogy egy ilyen rá rátesz, és akkor Pogács az Mint Zoltán egy piramis holt. játék. De, igen, tehát egy, egy, egy picit, picit ilyen uh, vicces, ettől hát, függetlenül uh, egyébként mond jó dolgokat, és hát azt mondja, hogy például az akkumulátorgyártás az, az Magyarországon egy nagyon jó dolog és egy nagyon jó lehetőség. És egyébként. Hogy a zöldeknek meg is, támogatniuk kellene? Hogy ez a zöldeknek igen. ezt támogatniuk kellene, és meg is indokolja, tehát hogy, hogy le is vezeti, hogy uh, valójában az a probléma, hogy nem nem magyar cégek gyártják ezt, vagy nem európai cégek, mert hogy ez mégiscsak a csúnya Kína az, aki idejön, idejön és az akkumulátorokat gyártja, de hogy, hogy alapvetően pedig például azért mondd benne olyat, ami szerintem ez egy jó gondolat, és hogy ez, ez jó, hogy ki van, ki van benne fejtve, hogy hogy igen, nem lehet a, a mindenféle energiát csak úgy eltárolni, nem, tehát, hogy hogy ne, ne, nagyon nehéz az energiának a tárolása, és erre például tök jók az, az akkumulátorok, és aminek a gyártására nagyon nagy szükség van, és akkor ez ezt szépen levezeti, csak utána tényleg valahogy mindig oda kell kilukadni, de hát igen, miután Marx már meghalt, mire, mire Lenin jött, és akkor tudod, így levezeti a, a gondolatot, hogy ezért nem tudott megvalósulni a valódi marxizmus a Szovjetunióban, és de, de, persze ezt ez csak, ez csak úgy mondom, tehát hogy ezt azért ne, tehát, hogy az igazi kommunizmusban azért... Sokkal már, jobb lenne nekünk, igen. Ezt nem mondja ki, de azért, tehát hogy, hogy egy-két jó gondolat közé azért csak el van rejtve egy ilyen kis odaszúrás, egy kis ilyen kis lopakodó, nem? Tehát hogy, hogy azért nagyon, nagyon benne van. A, mi az a szocializmus szelleme járja -e Európát? De amúgy én a, ugye én tökéletesen egyetértek azzal a gondolattal, hogy nem fenntartható az az életforma, amit folytatunk. Én ott Londonban laktam egy ír párral, és azt lát, tehát láttam a szememben, azt, hogy ők ez az echte nyugati fiatalok. De, tehát ez, aki nem tud főzni, folyamatosan rendel, túlvásárolja magát. Láttam egy, egyszer készítettek egy csirkét, és én csak úgy neveztem azt, hogy csirke becsinált ír módra. Kivették a fagyasztóból egy egész csirkét, rendesen olyan, az volt, vagy egy jó nagy darab, és kitették az asztal, hogy kiolvadjon. Majd rossz hagyták olyan körülbelül négy, de szerintem öt napra, ahogy a nap és akkor az így már fölpuffat, és ki kell, nem mertem hozzányúlni. Igen, tehát hogy, hogy ott konkrétan ez pazarlás. hát ez, ez, a, fajta pazarló életmód, ez nem fenntartható. De ez, de ez nagyon jelen van. Ez tehát, jelen van. Ez, ez, rossz, ez nem csak olyan, hogy ez majd begyűrűzik ide, ez itthon is így van. Túlfogyasztás, az élelmiszer pazarlás, a legdurvább egyébként a, a, ruha, tehát hogy a, Anna. a, a, a ruha termékeknek a felhalmozása, és ugye az abból keletkező szemét, mert hogy azzal nem nagyon tudnak mit csinálni. Sőt, egyes fest -ok, és most azért nem mondok nevet, mert itt most azért szerint ez perképes, de van olyan, amelyik konkrétan, ha nem tudja eladni, akkor elégeti a ruháit. Tehát, hogy azért elnézést a, másik, a világ másik felé meg mezitláb járnak. Tehát azért... Igen, bár ö, pont, pont, így a, a ruhaszeméttel kapcsolatban ö, olvastam azt, hogy már Afrikára ki van írva a megtelt tábla, és mondták, hogy hmm. ide már ne küldjetek többet, mert hogy már ott, oda is annyi, annyi érkezik, tehát hogy, hogy annyira túlgyártunk belőle, és mi, mi van, tehát ugye az van, hogy van egy póló, nem tudom, hogy ezt te meddig fogod még hordani, de általában ilyen egy-két évi kordja az ember, és utána a lecseréli. Még azért régen, és nem annyira nagyon régről beszélünk, egy, egy, egy farmer, vagy egy felső azért az ember nem azt mondja, hogy egész életében, de ez nagyon sokáig kiszolgálta. Hát volt a, van az a film, mindenkinek ajánlom, a neked is kimondottan, a tervezett elavulás, biztos hallottál már róla. Igen. Egy izzóról szól, hogy egy izzó már száz éve világít, tehát több webkamerát túlélt, mert ugye hibás kora. Mindegy, le van vezetve az egész az, hogy, hogy mostanában úgy gyártanak mindent, hogy elavulja, még a szovjeteknél, a szovjet érában. Tehát nagybamámnak a, a bicikli az valami 30 évig működött, de még a kerekesen mentünkre, illetve a hűtő 27 év után a hűtőben a lámpa kialudt. Ennyi volt a hiba. Nyilván irgalmatlan mennyiség energiát fogyasztanak ezek a berendezések. Csak maga ugye a szovjetek Én, azt találták ki, hogy de hát most működjön sokáig. Hát most vele, hogy évente veszel új telefont, vagy, vagy de két évente, de ha már két éves a telefonod, akkor azért már nagyon benne van, hogy azért csak le kéne cserélni. És ez nem csak, nem csak mi, hanem, hanem mindenki így gondolkodik, és egyszerűen meg egyébként az iPhone-nál bevallottan ugye lassulnak is már a, a, telefonok, vagy nem kapják meg azokat a frissítéseket, miközben egyébként az lenne a normális, hogy kiszolgáljon legalább, Igen, nem tudom, évekig. Itt vannak ezek a mamut cégek, és tök jó, hogy beosztál ezt, mert itt vannak ezek a mamut cégek, akik azt propagálják, hogy te legyél zöld, hasznosíts újra, meg újra hasznosított műanyag, majd úgy gyártják le a terméket és a marketingeket, hogy te folyamatosan újat akarj vásárolni. Na, de visszatérve a fenntartatóságra is. Én, lát, tehát én rájöttem arra, vagy legalábbis úgy vélem, hogy rájöttem, majd cáfolj meg, vagy érts egyet, hogy miért működik a fenntarthatóság, miért jár kéz a kézben a kommunizmussal, a kőkemény, polpot féle kommunizmussal. Azért, mert ugye, ha most azt mondom neked, hogy ne vegyél új telefont, ne vegyél új ezt, ne vegyél új ruhát, ne vegyél ezt, azt igaz, hogyan tudom megakadályozni ezt? Azzal, tehát, hogy ne férjek hozzá, mondjuk. Vagy azzal, hogy nem férj hozzá, vagy azzal, hogy kényszerítelek, hogy nem veheted meg. Vagy annyira csóró leszek, hogy nem tudom megvenni. Igen, tehát hogy. És ez mind a három jelen volt a kommunizmusban. Ugye ez mind a három jelen volt mert a kommunizmusban, ugye, hogyha ugye nem kell messzere menni az én szüleim, még sorbáltak a kenyerért. És nem azért, mert szegények voltak, mert nem volt. Hát ki volt számolva, hogy egy főre mennyi jut, és kész. És ha nem mentél a időbe, hogy nyilván mindig kevesebb jutott, nem mentél oda akkor nem volt, kész, pont. És ugye meg szóval ennyit lehet, ennyit vehetsz, és akkor a, a, anyukám tanáraim megjelenzt hogy jaj, Katika, majd te, te majd már az igazi szocializmusba fogsz élni, mi azt már nem éljük meg, de azért dolgozunk, hogy te majd abba élhess. Jó, tehát oké. Okay. És akkor volt egy olyan feladat az iskolában, hogy miért Lenin a kedvenc költőd? Tehát, hogy ilyenek. Úgy igen, hagyjuk már tehát, hogy, a, Nem jó az, tehát hogy hogy elfelejtően az, hogy e, sokat dolgozol, mert egyébként az emberek sokat is dolgoznak. Most már sokkal többet, mint igen, régen, igen. Igen, sokat dolgozol, e, keresel érte egyébként egy csomó pénzt, tehát egy, egyre jobban lehet keresni, egyre, tehát hogyha, ha nem, nem jó munkahelyet tudsz váltani, e, tényleg most például Magyarországon nagyon jók a lehetőségek, tehát szakmát tudsz váltani egyébként, el tud, tehát, hogy, hogy nagyon jól meg tudnak élni az emberek, és már nincs olyan, hogy, hogy ülsz otthon, és, és azon gondolkozol, hogy hova Tologatod hova az, az apró a 10 forintosokat, igen, 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 mert, mert hanem, ez már nagyon régen nincs. Hanem, hogy aki szeretne, az el tud menni dolgozni. Kapsz érte pénzt, és utána ott, ott úgyis hogy nagyon a akkor mit csinálják vele, és tényleg ez a, ez a brutális fogyasztói társadalom, élünk, hogy az arra ösztönöznek, hogy hogy rengeteget költsél, tehát hogy, hogy nagyon megemelkedtek a fizetések, de a kiadások is retentően megemelkedtek. Tehát, tehát az hogy... életszínvonal folyamatosan, ugye én azt néztem, Igen. ugye mondják, hogy a, na, nyílik az olló a gazdag és szegény réteg között, de azt ne felejtsük el, hogy ma egy átlagházi asszony jobban, tehát jobb vacsorát eszik, mint mondjuk 400 éve egy király. Tehát azért ez, azért ez teljesen, tehát több termékhez fér hozzá. És amúgy én most itt tökre büszke magam, mert megveregetem a vállamat, és nem kihúzom a melkasomat, mert én. Hat év után vettem meg az új telefonomat. Hat éve nem vettem telefonot. De ez, na, ez, ez tök jó. Mert... Azért, mert a, a két év után kaptam egyet egy cégeset, meg itt aztán kaptam egy cégeset. Ja, oké, akkor sem. Jó, de, de nem, tehát, hogy ne, amúgy tényleg, tehát, hogy legyen már benne az ember, az, hogy ha nem megy tönkre valami, akkor nem kell újat venni. Tehát én, én ruhákkal sem vagyok, így nem ez, ez a... De ez ömlik rád. Akárhova mész, a reklámok ott vannak, hogy gyere ezt vedd meg, új. fogyaszt, mi... fogyaszt, de, fogyaszt. De, de tényleg, tehát, hogy mit, ami minden héten Black Friday van már, tehát nem tudsz úgy körbenézni, hogy ne legyen 70%-os akció itt is. Jó, csak egy pólót veszek, és talán úgyse csak egy pólót veszel, úgy is úgyis úgy is elköltesz egy... Hú, ez csak ennyi? Igen, 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 és ez, ez tényleg nem tudom, hogy vissza lehet-e, és egyébként valószínűleg vissza lehet fordítani, vagy legalábbis a, a gondolkodás meg lehetne változtatni. Uh -huh. De Bocsi, csak... Radi... csak hogyha ez egy radikális szinten vagyunk már, akkor lehet, hogy csak egy másik radikális változás na, na, tud segíteni. Az, ez az, persze, hogy alapvetően én, én azért mondom, hogy gondolatébresztő volt az, amit mondott, mert, mert én is azon kezdtem el gondolkodni, hogy, hogy amúgy tök, tök jogos az, hogy nagyon-nagyon-nagyon hogy sok pazarlás van, és hogy ennek nem lesz jó vége. Tehát már, nincs, persze. már Már, most, igen, már most is, most is nagyon rossz, és hogy, hogy például, hogyha ha elvágod az embereket attól, hogy hozzáférjenek ahhoz, amihez mondjuk eddig hozzáfértek, hát Hát nem, nem én lennék az, aki ezt megteszi. Igen, és hát mindig vannak a kommunizmusnak ifjú úttörői, akik majd megmondják, hogy mi, mi, jó lesz az neked, hidd el, jó lesz az neked. És a másik meg az, hogy de tényleg, tehát ez, ez csak akkor tudna működni, ha diktatórikusan megmondod neki. Mert ugye az a koncepció, hogy te dolgoz a társadalomért, de ugye, ha nem kapod meg a fizetésedet, amiért te dolgozhat, ugye mi motiválja téged arra, hogy munkába járj, hogyha nem kapod meg azt a pénzt, amit te költeni tudsz. És a COVID alatt rengetegen mondták, hogy milyen jó volt ez a COVID, mert legalább visszavettünk a fogyasztásból, tanul belőle az emberiség, aztán a Covid végén kiszabadultak az utcára, és minthogyha nem lenne holnap. Így szórták a dellát. Igen, persze, de, te tényleg és akkor most is egyébként most egy válságban vagyunk. Igen. Tehát, hogy azért az infláció most már egy kicsit javulnak az árak a boltokban, de tényleg volt olyan időszak, amikor a, a trapista sajt az, igen. az egy igen. ilyen ment. Megkön megkönnyeztem a vajat. <laughs> igen, de tehát, hogy, hogy egy vásároljunk vagyunk, és ugyanúgy költenek az emberek, és egyébként ugyanúgy uh, uh, elmennek, és megveszik, és ugyanúgy pazarolnak. Tehát, hogy, igen, hogy, tehát hogy ez el, nem... ezt kéne visszafogni valahogy, igen. Igen, de hogy... hogy, hogy és akkor milyen eszközökkel? Na, ne, nem, nagyon az. nehéz. Tehát nem, nem nem, tudom, írja meg bárki, aki, akinek van erre jó gondolata, mert egyébként az, hogy egy racionális, meg a, a racionális költés, meg az, hogy a, egyébként hogy a társadalomnak az érdekeit helyezzük előtérbe, ez a konzervatívizmusban is benne van. Tehát, hogy ez egy konzervatív ember is gondolhatja így, és egy egy jobboldali ember is gondolkozhat így, csak nyilván az eszközök lesznek mások. Igen, tehát, hogy nyilván nem az az eszköz, hogy akkor most megtiltom az embernek, hogy mennyit, tehát, hogy mennyit fogy mert tehát én hiszek abban, hogy a hát nyugaton látjuk, hogy mi, mit helyeznek előtérbe az iskolákban, milyen jellegű oktatásokat, milyen jellegű zászló alatt. Én talán támogatnám azt, hogy a fogyasztói kultúrára kéne egy picivel, tehát legalább ugyanannyi hangsúlyt kéne fektetni a fogyasztói kultúrára, mint a, mint a különböző, hogy fejezem ki meg amit ne tiltson tudjátok, hogy miről beszélek, hogy mire, mire milyen zászló és milyen szimbólumok alatt oktatásra gondolok. És talán erre kellene, ugye Japánban, meg azért érdekes, hogy Japánban teljesen máshogy vannak nevelve a gyerekek, úgy, hogy például maguk takarítják az iskolát helyenként, vannak különböző napok, amikor nekik kell ezt megcsinálni. Tehát ott más a fogyasztói kultúra. De nagyon jött jó, nagyon a be. Na, Na. Ah, ah, Fú, ah. most nem akarok ezen derpegni, de kezdődik az iskola, ugye hamarosan. No hogy akkor egy kicsit más témára is ezáltal rákanyarodjunk. Bocsánat. Ezt annyira elvittük más igen. de hogy erről jutott eszembe, hogy most nagyon sok helyen tele van az az iskola, pont ma olvastam, az iskola, szóval az internet, hogy a, egy cikket arról olvastam, hogy ki kell festeni a szülőknek, a, vagy össze kell dobni a pénzt a, uh -huh. a festékre, hogy a tantermet kifessék. És és őszintén megmondom, hogy, hogy én annyira nagyon durván rossznak ezt nem tartom. És azért nem, mert alapvetően az oktatás az ugye egy mindenki számára ingyenes dolog, egy mindenki számára ingyen elérhető, nagyon helyesen, tehát hogy ez, ez legyen is így. De hogyha ha, hogyha még ilyen dolgokat is, hogy tehát ott van egy tanterem, Járjon a lepukkant tanterembe a gyerekem, akkor inkább üljünk össze, ott van 30 szülő, találjuk ki azért 30 szülő össze fogja tudni dobni azt az összeget, amiért meg lehet csinálni egy tantermet, mert lehet, hogy erre most ott éppen nincsen lehetőség abban az iskolában, hogy felújítsák és megcsinálják, de hogy miért vagyunk ennyire spúrok, és hogy nekünk amúgy minden jár ilyen szempontból, nem mondja, mi ingyenes, akkor nekem, hát akkor nekem járjon már az is, hogy, hogy legyen, nem tudom, milyen hiper-szuper tanterem, és egyébként szerintem valahol persze, igen, de valahol meg, nem, ne, hogy már ez legyen az ilyen legnagyobb probléma, hogy, hogy igenis a, a gyerekek, mert ugye miért pukkanak le a tantermek, mert szétbarmolják a gyerekek. Tegyük hozzá, hogy nálunk valahogy ezek a gipszkarton táblák, ezek maguktól betörtek, tehát mindig maguktól törtek be, soha mi, mi hozzá nem nyúltunk, és akkor aztán ugye én emlékszem arra, hogy én Ukrajnában jártam iskolában, és tudom nagyon jó, hogy milyenek, milyenek, voltunk, meg szerintem máshol sem másabbak a gyerekek. E, van abban igazság, hogy a, az iskolának a felszereltségét, hogyha állami iskola beszélünk, az állam, vagy legalábbis egy magániskolán, a maga a fenntartó kell, hogy ezt működtesse. kell, van. hogy legyen tábla, kréta, stb. tanárfűtés, ezeket én elfogadom. De térjünk itt arra vissza, hogy ha most egy olyan osztályról beszélünk, mint ami a miénk is volt, és igen, Robi, meg Emil, nektek mondom, <laughs> hogyha, és ne Kálmánra fogjátok, mert már Nati néni tudja, hogy nem Kálmán volt, és hogyha betörik a szemléltető táblát, akkor miért az iskola fizesse ki azt, hogy az új legyen, és hogyha a jövő héten megint betöri nem Kálmán a táblát, akkor, akkor megint, tehát hogy, hogy ennek azért meg, megállt kell szabni valahol, mert tudom azt, hogy ahogy használjuk, maga a használat alatt egy tanév alatt az tönkre tud menni. Persze, És de, az, de... hogy ha, ha magadtól ha a gyerekek vagy a gyerek szülője fogja ezt úgymond legalább valamilyen szinten minimálisan is megfinanszírozni, akkor már egy fiam, akkor ha, ha megrugod a falat, akkor ha te fogod lefesteni például. Én, én ilyeneket hallottam, tehát annak idején, és <laughs> Jó. nem is rúgdostam a Kálmán volt. <laughs> de... Kámám. alapvetően nyilván itt se szabad, vagy nem kell kötelezni mindenkit, mert nem biztos, hogy mindenki megengedhető, hogy beszálljon egy Persze. ilyenbe. De szerintem az, hogy lehetőséget adnánk arra az embereknek, hogy valamilyen szinten például a finanszírozásba beszálljanak, és azt mondják, hogy igen, én nem akarom, hogy a... az egyébként a gyerekek által lelakott terembe, most egy, nem tudom, egy tisztasági festést azért csináljanak már meg, és akkor nem tudom. Fejenként 1000 vagy 2000 vagy 3000 fontot kéne befizetni azért, tehát, hogy ennél sokkal, rossznak, ennél sokkal rosszabb dolgokra is kidobunk pénzt, és szerintem, szerintem ezt nem kéne annyira sajnálni. Nem, tehát nyilván nem azt mondjuk, hogy a fűtés, meg az ilyen. Nyilván ez az állam dolga, kész. Ez minden az állam dolga. De vannak olyan dolgok, ugye most nem tudom, itt, itt hogy van, mert nálunk úgy volt, hogy mi a könyveket, ahogy kaptuk, nem is emlékszem, hogy ingyen volt a tank, vagy hiány volt belőle, de mi minden könyvet kötelezően be kellett, hogy fedjünk minden ilyen könyvfelőkkel. Nem tudom, itt van ilyen. Azt nem tudom, hogy most is be kell, de. Amikor én jártam még iskolába, akkor fizetni kellett a könyvekért, uh -huh. tehát hogy akkor az a sajátod volt, és azt hiszem, hogy most már ingyen vannak a tankönyvek, igen. és hogy, hogy ezt vissza kell talán adni, tehát hogy igen. nyilván vigyázni kell. Igen, igen, nálunk úgy volt, hogy vissza kellett adni, és ugye a jó tanulók kapták a szebb könyveket, mert ők megvigyázzák, meg, tehát megőrizték, és tényleg már mint a jobb minőségűeket, és tehát teljesen be kell, Volt, aki voltak olyan szegény osztatásom, aki újságpapírral fette be, de meg, tehát megcsinálták, mert tudta, hogy neki azt vissza kell adni. És azért nem tudom ebbe jó, ez, ez, baj, hogy ez, 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 ne, ez kell nem rossz, mert azért. Hm. Mert nem. Meg kellett őrőzni, és ez nem rossz, mert nem, nem várjuk már rá, mert ez megint csak vissza oda, hogy a fenntarthatóság vagy nem fenntarthatóság. Úgyhogy Igen, ez ezt... egy komoly téma, amúgy lehet erről még bőven beszélni, és... Igen, de nem a hátra fél perc, én nem éreztem, hogy elment 42 Igen. perc. Egyszerűen ez valami sem. Elrepült az idő. Elrepült, jó társa, mert repül az idő, de tudod, hol fog még repülni igazán? Szeptember 15-én az Asztóriánál, a Polgári Mulatóban, ahol ugyanis közönség találkozó este hattól velem és Emiliával, illetve két meglepetés vendéggel, aki kiléte hamarosan ki fog derülni, 10 Igen, másodpercet. Nem kérdezni, hogy ott derül -e, ki, vagy Nem, hatalmi. neked majd elmondom, de nektek még meglepetés. Na jó, sziasztok! Köszönj! Ja, sziasztok! <laughs> Eleged van már abból, hogy támogatnád a tartalomkészítőket, de nem tudod, hogy hogyan. Most itt a megoldás. Legyél te is, Ferrite Club tag. Nincs más dolgod, mint begépelni a képernyőn látható szöveget, vagy rákattintani a leírásban található linkre, és kiválasztani a neked megfelelő csomagot. Rendeld meg most! Egyelőre négyféle tagság van, Basic, Elite, Premium és ugyebár a egy mindegyik más-más előnyjel. Amellett, hogy segíthetitek a munkámat, ezekkel a kártyákkal országszerte kedvezményesen tudtok vásárolni. Hogyha a leírásban vagy a kommentben lévő linkre kattintasz, akkor kiválasztod a neked legszimpatikusabb csomagot. Na hajrá!